És akkor a telefonbeszélgetéssel folytatjuk, hogyha minden igaz, akkor vonalban van Kádár Zoltán, Dél-Koreából. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a televízió nézőket. Igen, valóban most végre összejött a kapcsolat. Na hát örülünk neki, azzal is, hát azzal kezdeném, hogy egyáltalán hogy értedek ki, azt tudom, hogy talán ugye Japánba landoltatok, és onnan kellett átutazni, milyen volt az utazás? Nagyon érdekes volt, Bukarest, Doha, Szöul útvonalon érkeztünk repülővel, Szöulban kevéssel éjfél előtt érkeztünk meg, amikor azzal kellett szembesülnünk, hogy nincs összeköttetés Szöul és a téli olimpia falvai között, semmilyen összeköttetés. Legközelebb reggel 7 óra 11 perckor indult a gyors vonat, amely legalább 200 km per órával megy, de ez bennünket kevésbé vigasztalt, mert a papadokon kellett eltöltenünk az éjszakát Szöulban. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik így jártunk, egyébként ezt megjegyzem, úgyhogy szervezésileg egy kicsit hiányosságokat tapasztaltunk ilyen téren, mert azért mégiscsak furcsa, hogy megérkeznek az emberek Szöulba, Dél-Korea fővárosába, és onnan semmiféle közlekedési eszköz is nem volt, amivel eljuttathattak volna bennünket Gangneungba, a téli olimpia egyik helyszínére, ahol a jégpályákon zajló sportágakat rendezi, a jégkorongot, például a rövidpályás gyorskocsa, a nagypályás gyorskocsa, illetve a mikorcsaját és a curlinget. Azt kell tudni, hogy Pyeongchang a neve az olimpia házigazdájának, de Pyeongchang egy kis olimpiai, illetve egy kis hegyi település, 30 ezer lakossal rendelkezik. Ehhez pedig Gangneung talán tartozik, amely egy ilyen 50 kilométerre van Pyeongchangtól, illetve még más alpesi sí helyszínek, illetve snowboard helyszínek, amelyek szintén távol vannak Pyeongchangtól. Úgyhogy eléggé viszontagságos volt az utazásunk. Reggel 10 óra körül érkeztünk ide, egyből elmentünk akkreditációhoz, és belevetettük magunkat a nagy olimpiai életbe. Ugye bennünket elsősorban a román és a magyar delegációk érdekelnek. 28 román és 19 magyar sportoló vesz részt 5 sportágban a téli olimpián. Kik ők, mire lehet reményeket fűzni, mihez lehet reményeket fűzni? Hát nagyon nehéz lenne felsorolni mindannyiuknak az esélyeit, de amit tudunk, ugye az, hogy a magyarok érem esélyben bíznak a rövidpályás gyorskocsajázóktól, és itt elsősorban a Liu testvérekre gondolunk, de miért nem akár a nőknél is becsúszhat egy érem a rövid pályásoknál. Ezen kívül igazából érmes reményei egyetlen más sportolónak nincs az említett két országban, sem a román, sem a magyar delegációnak. Mindenhol a tisztes helytállás ez a fő cél. Ugye a magyar válogatott legnépesebb csoportja éppen a rövidpályás gyorskorcsolya, a román küldöttségnek pedig a legnépesebb a csúszó sportágai, a bob, a skeleton és a szánkó. De azért van egy jó nevű biatlon csapat is, élén Tófalvi Évával, aki már a 6. téli olimpiáján szerepel. Évától senki ne várjon érmet vagy érmeket ezen az olimpián, neki gyakorlatilag ez az utolsó igazi világversenye. Igaz, hogy 2 évvel ezelőtt Oszlóban ugyanezt nyilatkozta a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy ott befejezi a pályafutását, de sikerült meggyőzni, hogy Romániában nincs nála jobb biatlonista, és mind a mai napig nincs nála jobb biatlonista, így itt szerepelhet a 6. olimpiáján. A fiúknál van egy egészen jó biatlon csapat, akik a váltóban reménykednek abban, hogy az első 15 nemzet közé tudják beverekedni magukat. Tehát mindenféleképpen a téli sportágakban úgy Románia, mint Magyarország arra törekszik, hogy legyőzze azokat a nemzeteket, akik hasonló körülmények között készülnek, és itt borzasztó nagy szívfájdalmunk a Miklós Edit kiesése a téli olimpiáról, mert azért, ha nem is 100%-os, de azért titkon mindenki abban reménykedett, hogy Miklós Edit is odaérhet akár egy olimpiai dobogó közelébe. Hát nem úgy hozta a szerencséje, hogy együtt itt legyen Pyeongchangban. Sajnos lesérültünk, még 4 évet kellene várni ahhoz, hogy egy újabb olimpián szerepeljen. Ezúton is kívánom neki kitartást. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz visszatérni. A romániai küldöttségnek talán még biatlonban lenne, illetve bobban lenne egy kis esélye odafértőzni a dobogók közelére, de hát ugye az olimpia, az mégiscsak olimpia, bármi előfordulat, mint ahogy a biatlonban is bebizonyosodott a tegnap is, és ma is, hogy azért vannak jócskán meglepetések.
Ha jól tudom, este 11 óra van ott, és éppen egy sporteseményen vagytok. Mi történik? Nem pillanatban fél 12 körül van az idő, fél 12 előtt vagyunk pár perccel, és most nem egy sporteseményen vagyunk, hanem a Román Olimpiai Bizottság szervezett egy állófogadást, ahol egy kicsit bemutatta magát, megmutatta magát az országnak, illetve a világnak, hiszen itt Azerbajdzsántól elkezdve délkörül a japán küldöttségig elég sokan megjelentek az állófogadáson. Amúgy egy ilyen ismerkedési protokoll volt, mint ahogy Mihály Kovalió, a Román Olimpiai Bizottság elnöke is elmondta. Ezt a téli olimpiát ők arra szánják, hogy közelebbről megismerkedjenek a téli sportokkal. Nemrég került oda Mihály Kovalió az Olimpiai Bizottság élére, és számára fontosak a romániai téli sportágak is. Habár tudjuk, hogy a téli sportágban nem reménykedhetünk abban, hogy nagyon-nagyon hamar érmeket szerezzenek a sportolóink, de hát a megfelelő körülmények biztosítása azért elengedhetetlen feltétele annak, hogy jó eredmények szülessenek, és azért ha a csúszósportokra, itt a Bobra Szántér, ezt keletőre gondolunk, vagy akár az alpesi sízőkre, vagy akár a nagypályás gyorskorcsolyázókra, mindannyian külföldön kell készüljenek, külföldön kell jéghez, illetve hóhoz jussanak, ugyanis Romániában nagyon minimálisak a feltételek. Szimáján volt egyszer egy boppája, és ezt most úgy mondjuk, mint a mesében, hogy volt egyszer egy boppája, sajnos az már nem működik, így a bobosaink is októbertől külföldön készülnek. A sílövőink gyakorlatilag szinte az egész évet külföldön töltötték, az alpesi sízők is, mert itthon nem találunk olyan infrastruktúrát, ahol megfelelő módon elő tudnának készülni erre a téli olimpiára, akár téli világversenyekre, illetve akár Európa-bajnokságra, akár világkupa futamokra, mert ott szerepelnek viszont a sportolóink, de ahhoz, hogy jobb eredményeket érjenek el, most már nem elég októbertől márciusig havon lenni, hanem minimum egy 10 hónapos periódus kell ötölteni, mint ahogy a nagy nemzetek, a németek, a norvégok, a svédek, stb. Sorolhatnak, azok ott vannak. Világos, hát akárhogy is van, sok sikert kívánunk nekik. Novák Gádár Zoltánt hallották, köszönjük szépen a bejelentkezést, és reméljük, hogy február 25-éig beszélgethetünk majd. Addig is jó munkát kívánok, minden jót! Nagyon szépen köszönöm, és állunk rendelkezésetekre, viszonthallásra! Viszonthallásra! We'll be right back.